Maier felé az indítás, le tudja még készíteni, egy jó kis lövés bizony, Katona Bálint, és jön középen Suhodolski. Sőt, csatlakozik Katona Máté a jobb oldalon, Suhodolski ellövi mellé. Egy óriási könnyelműség közben belényesítő Lukic szerez labdát, Enin bent a 16-oson belül, lábbal véd Varga Ádám. Na nézzük, vissza kellett lépnie Kerezsinek Lesről. Viszont utána második szándékból Kerezsi bent a 16-oson belül. Na az a csel az már sok volt, és kirúgja onnan Katona Máté. Zeke beesik a 16-oson belülre, még estében tovább. Ott van a kapáslövés lehetősége. Jön a honvéd, ott a gólhelyzet, és ott van a vezetőgól. Kerezsi Zalán, 1-0 a honvédnak. Az előbb nem volt 11-es, tulajdonképpen ebből visszatámadt a honvéd, és ha nem is első, de második szándékból megvan a gól. És Kerezsi Zalán már többször kísértette a sorsot, de a videóbíró megnézi ezt a találatot, hogy nem volt eles. Na majd mindjárt kiderül. Sőt, ugye Banó Szabót a bokájához kapott, tehát még az is lehet, hogy ott volt valami szabálytalanság esetleg. Suhodolski a kipattanó labda, Suhodolski még bent a 16-oson belül, leviszi az alapvonalra, Suhodolski középre, és óriási védés Szappanostól! Suhodolski soma a labda mögött. Lesz-e még csattanó ezen a meccsen? Varga belefejel, rosszul találják el a kecskemétiek, ott pattog a labda, még egy lövés mellé! Suhodolski soma a labda mögött. Lesz-e még csattanó ezen a meccsen? Varga belefejel, rosszul találják el a kecskemétiek, ott pattog a labda, még egy lövés mellé!